A véradás nyáron is az egyik legegyszerűbb módja a segítségnyújtásnak, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete. Minden évben többször is szerveznek alkalmakat a vármegye különböző cégeinél, valamint művelődési házakban és a kéklámpás szerveknél. Kedden az egyik belvárosi hotelben szervezett sajtótájékoztató keretében hívták fel a figyelmet a nyári véradás fontosságára. Mint elhangzott, ebben az időszakban megnő a balesetek száma, számos alkalommal nagy szükség lehet a vérre, de vannak betegek, akiknek folyamatosan szükségük van vérpótlásra. Legalább ugyanannyi vérpótlásra van szüksége az egészségügynek a gyógyításban, mint az év többi szakaszában. Többek között ezért is fontos. A másik pedig úgy, hogy azért is fontos, mert egy közösséget kovácsoló dolog a véradás. Azért ez egy olyan jótékonysági, karitatív cselekedet, amely anyagiakban nem kifejezhető, de ugyanakkor nélkülözhetetlen. Éppen ezért ráerősített véradási hetet szervez a Magyar Vöröskereszt Vármegyei Szervezete. Július 15-én hétfőn a Castrum Hotelbe várják a donorokat 14 és 17 óra között, július 19-én pénteken délután pedig a Fehér Palota emeletén 13 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között adhatják vérüket a segíteni szándékozók. Mindenkit várunk szeretettel, aki elmúlt már 18 éves, és még nem töltötte be a 60 éves kort vért adni. Nagyon fontos, hogy az ember egészségesnek érezze magát, ebben a nagy melegben nagyon sok folyadékot, illetve kellő mennyiségű szénhidrátot fogyasszon. A véradás egyik alapfeltétele, hogy a személyes iratokat elhozza a véradó, személyigazolványt, lakcím és tajkártyát. Amennyiben valaki ezeken a lehetőségeken kívül szeretne vért adni, a www.véradás.hu oldalon tájékozódhat a további helyszínekről, de a Szentgyörgy Kórházban az Országos Vérellátónál is minden hétköznap van erre lehetőség.